Szabadai Viktor az SZDSZ volt ügyvezető elnöke, a Liberálisok Budapesti ügyvezetője. Jó reggelt kívánok, van 500 milliárd forintja? Én azt gondolom, hogy itt óriási zavar van ebben a témában. Hát 500 milliárd forintot keresnek, a volt forint... SZDSZ vezetésen, hát igen. Aztán ügyvezetőelnökként. Nem is emlékszem, hogy pontosan a nevére a fiatal embernek, aki 500 millió forintról kiáltott csekket vitt oda a Hazai és Haladás Alapítvány székházához, miközben nem volt ott senki. Nyilván a zavar az nem véletlen, a zavar az tudatosan van keltve ebben a helyzetben, hiszen a Fidesz által elkövetett hibákat ebben az ügyben próbálja kampánytivává tenni, és ezért aztán egy nagyon jó apropóját találják abban, hogy csekeket hordoznak meg. Visszamenőleges törvényekről beszélnek. Jó, de azért rakjuk helyre, tehát valami igazsága van a történetnek. 415 millió forintos kölcsönt vett fel az SZDSZ. Ezt állítja a Fidesz. Az ő számításaik szerint ez így van. És hogy ez a tartozás a kamatokkal együtt már eléri a 500 milliárd forintot, kérdik ők, ki és miből fogja ezt visszafizetni. Szerintem nincs igazuk. Ha keresik nagyon a felelősöket, akkor saját házuk táján egyébként megtalálják, hogyha az adósságról beszélünk. Ugye az történt, hogy az előző ciklusban a parlament hozott egy olyan törvényt, amely lehetővé tette, hogy a pártok, amelyek korábban mindenféle jogcímen használtak különböző irodákat, ezt a jogcímet ezt tisztázzák, és tulajdonba kerülhessenek azok az irodák, amelyek már hosszú évek óta használtak. Ezért egy 1 milliárd forintos hitelkeretet nyitott minden párt számára, hogy vegye meg azokat az irodákat, amiket használ. Ugye akkor az SZDSZ 410 millió forintért vásárolt ingatlanokat, a Szocialista Párt meg a Fidesz nagyjából a duplájáért, a KDNP valamivel kevesebbért. A többiek törlesztik? Nyilván meg fogják mondani, hogyha megkérdezik tőlük. Jó. Ugye a 2010 országgyűlési választásokat követően, mikor az SZDSZ kihullott a parlamentből, akkor az akkori vezetés az SZDSZ-nek jelezte, hogy nem fog működni ez a történet, hogy fizesse vissza az SZDSZ ezt a hitelt, hiszen nincsen bevétele a pártnak, jelezte az MFB-nek, hogy keresünk más megoldásokat. Folyamatosan érkeztek a piacról olyan szereplők, akik beszálltak volna, piaci áron megvásárolták volna a Magyar Fejlesztési Banktól ezeket az ingatlanokat, és az SZDSZ-hez hozzá partner lett volna. De már ugye a Magyar Fejlesztési Bank akkori új vezetése, ugye a mostani miniszterasszony az élen, elzárkózott ettől, illetve a feltes szerv sem volt, a Nemzetgazdasági Minisztérium sem volt partner abban, hogy ez a helyzet megoldódjék. És akkor most, ha jól értem, van egy tartozás, és nincs vagyon. Vagyon van. Méghozzá ugyanaz az ingatlan állomány, az megvan, amit akkor az SZDSZ megvásárolt. Ez az ingatlan állomány, ez nem csökkent, nem nőtt, ez ugyanannyit ér, mint amennyit a hitelfelvételkor, amennyit megvásárolta. Egyetlen jelleme sem hiányzik. Akkor el kéne adni ezeket az ingatlanokat, és vissza lehetne fizetni belőle a hitelt, nem? Vagy át lehetne adni a banknak, mint ahogy az. De ezért mondom, hogy a Fidesznek óriási a felelőssége ebben. Mert az általán irányított Magyar Fejlesztési Bank, illetve az által vezetett minisztérium folyamatosan elzárkózott attól, hogy a piacról érkező szereplők, akik ajánlatot tettek az ingatlanokra, azok megvásárolják, és ezáltal mondjuk leírják ezt a tartozást. Ez az ingatlan állomány, ez megvan. Ki mondta a megszűnését? Ez SZDSZ kezdeményezte a saját megszüntetését. Ki kezeli ezt a vagyont? Ez vagyon, ez létezik. Ez mindaddig még, amíg a bírósági határozat ki nem mondja a párt megszűnését, addig a tulajdoni alap az SZDSZ szerepel. És aztán? A banki. Aztán a bírósági határozat alapján, akinek a bíróság, ugye most az ügyészség előkészíti a megszüntető határozatot, ez bekerül a bíróságra, a bíróság határozza valahogy. De gondolom, ez bármelyik más ingatlannál, hogy a széljegyzeten ott van a... Ilyen zalagjog és egy elegendő. Persze, tehát akkor a banki lesz. És akkor a bank eladja, amennyiért tudja, és legfeljebb a különbségen lehet vitatkozni, vagy nem a 410 millió. Vagy nem adja, vagy állami kezelésbe kerül, vagy az állam kezdve valamit, teljesen mindegy, de hogy ugye. Arról mit gondol, hogy ez akkor nem került elő ez a történet, amikor Fodor Gábor előkerült a színpadon? Hát nem csak amikor Fodor Gábor... De ugye Fodor Gábor időszakában vette fel az SZDSZ ezt a kölcsönt, legalábbis ezt nagyjából így lehet visszakalkulálni, és hogyha ez így van, akkor most Fodor Gábor meg visszament a Liberálisok élén a színpadra, és akkor hirtelen előkerül, hogy adjanak 500 milliárd. Mondott forintot. Egy nagyon fontos beszédet Fodor Gábor, október 23-án a színpadon, és mondott Kunce Gábor is. Ugye most mind a két embert elővették, a teljesen értetetlen módon veszik elő a Kunce Gábort, hiszen ő már akkor nem is volt elnök például, amikor ez az egész tranzakció lezajlott. Ez liberális. Én azért kezdtem azzal, ez most nagyjából ennyi? Azért kezdtem a mondandómat azzal, hogy hát ugye itt nyilván nem véletlen ez a zavarkeltés a Fidesz oldaláról, hiszen láthatóan politikai összefüggések vannak a különböző megszólások mögött. Két hete körülbelül a parlamentnek a hétfői ülés szakán, Pörzse Sándor azonnali kérdések is válaszok órájában, ugye már
már olyan torzításukkal élve, hogy miért fizette ki az állam az 500 millió forintot az SZDSZ helyett, és erre államtitkári válaszban nem azt hangzott, hogy itt nem történt semmi ilyesmi, hanem ment a tudatos zavarkeltés, maszatolás, nem mondták. Úgy hangzott, és úgy jött le a sajtóban, mintha ez ki is fizette volna valaki. Senki nem fizette ki, mert nincs is mit kifizetni. A felvett ingatlanok, azok vagy a felvett hitelből vásárolt ingatlanok egytől egyik darabra rendelkezésre állnak, azokban tulajdoni viszonyban semmiféle változás nem történt. A zavarkeltés is nyilván annak szól, hogy elindult a politikai kampány, próbálják a liberálisokat olyan helyzetbe hozni, hogy úgy állítsák be, mint hogyha itt valamilyen... Na jó, lépjünk tovább ebből az ügyből, aztán meglátjuk, hogy ez merre kanyarog, ez egy kommunikációs harc lesz, ez nyilvánvalóan. Sajnálom, mert a tisztánlátás nagyon megnehezíti azt, hogy folyamatosan tudatosan beszélnek. Az országban a tisztánlátás, ez sokszor megnehezíti. Össze-vissza. Ez valóban így van. Akkor tisztánlátva, mi lesz a liberálisokkal? Mennyien vannak, mekkora a tagságuk, mekkora a támogatottságuk, kik támogatják önöket, és hogyha egyedül maradnak, mert nem veszik be egy szövetségbe, képesek egyedül megméretetni? Ez sok kérdés egyszer, én tudom, de ugyanaz az egy gondolat. Igen, én azt gondolom, azok támogatják ezt a pártot, akik egyébként liberális elkötelezettségűek, és ezek nem kevesen vannak ebben az országban. Ugye liberális pártot nem tudnánk sokat felsorolni ebben az országban, főleg olyat nem, amelyik alkalmas arra, hogy például most a fóti időközi polgármester választáson önálló jelöltet állítson fel. Milyen esélye? Én azt gondolom, hogy jó esélye. Egy jó jelöltet sikerült találni, egy helyben ismert jó jelöltet, aki nagyon könnyen összeszedte még most még szükséges kopogtató cédulákat. Van pénzük egy országos kampányra például? És ugye kedden lesz az ország, a fővárosi választmánynak egy ülése, ahol már a 18 budapesti körzetnek a 18 képviselőjelöltjét is megvitatjuk. Amint ezen túl vagyunk, jönnek a vidéki jelöltek. Tehát lesz 106 jelöltjük? A 106 nem is, de én azt gondolom, hogy legalább 40, tehát bőven a lista, országos listáit az, hogy szükséges 27 jelöltön felül, tehát olyan legalább 35-40, de talán 45 jelölt sem elkezdhetetlen. De arra készülnek, hogy tényleg elindulnak? Vagy arra készülnek, hogy majd előbb-utóbb, ahogy azt oly sokan várják most azok között, a pártok között, akik kimaradtak a nagy összeborulásból, majd valaki egy hívószót odavet. A mostani választási rendszer ugye azt mondatná mindenkivel, hogy ha valóban minden szereplő szeretné leváltani a mostani rezsimet, akkor amit Fodor Gábor mondott, egy miniszterelnök jelölt, egy lista, egy közös lista, és egy árnyék kormány már is felállítani azonnal, amely azonnal szakpolitikai alternatívákat tudna nyújtani a Fidesz mostani... De látja, erre kiabálták, hogy összefogást, és ebből lett a botránya végén. Tehát ez a része a dolognak most hát jelen ott, állapot voltam, szerint igen, nyilván nem megy. Ott voltam, igen, hát 30 ezer ember kiabálta ezt. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet sem azt mondani, hogy ezek provokátorok voltak, mint amit elhangzottak, sem az, hogy ez nem figyelembe vendő dolog. Többen feszegetik, nem biztos, hogy nagyon komolyan, hogy lesz egy másik összefogás. Hogyha van egy MSZP együtt szövetség, akkor a ellenzék másik oldalán, akik kimaradtak, létrehoznak-e egy másikat? Van erről szó? Én már korábban nyilván sokan sokfélét mondtak, én korábban arra gondoltam már, hogy sokkal érdemesebb lett volna már eredetiben abban a felállásban elindulni, hogy értékrendi alapon találkozzanak egymással azok a politikai erők, amik közel állnak egymáshoz. Így aztán ugye nem lett volna teljesen rossz az a felállás, hogyha a Magyar Szocialista Párt mondjuk olyan erőkkel próbál együttműködni, amelyek hasonló értékrendet képviselnek, és mindazok, akik mondjuk egy kicsit piacpártibb, egy kicsit a gondoskodó államnak a mezeiről kilépve, egy kicsit a szabad elvű, liberálisabb gondolatvilágba keresik a megoldásokat, azok együttműködnek. Gondolok itt például arra, hogy akkor nem lenne feszültség abból mondjuk szerződő partnerek között, hogy az egyik megszavazza a rezsicsökkentést a parlamentben, a Fidesz által benyújtottat, ez volt a Szocialista Párt, és mondjuk az együtt meg nem. Tehát, hogyha ezek értékrendi alapon... De most ugye ezen túl vagyunk. Tehát van egy MSZP együtt szövetség. Szerintem nem vagyunk túl semmi, hát nagyon messze van még itt a vége. Van a DK, a liberálisok, a Bokros Párt. Bokros Lajos, igen. És ki tudja, hogy mennyi. Ez nem jutott eszembe, bocsánat, hogy Moma. Igen. Én azt mondom, mi lesz? Önökkel így együtt mi lesz? Nem... Tehát még annyira az idő, hogy ne lehetne mindent újra gondolni. Most azért azt látjuk, hogy még most nagy a dac, meg ez a fajta ellenreakció, hogy most akkor soha semmit. Én azt gondolom, hogy ezen túl kell tudni lépni. Rengeteg idő van még ahhoz, hogy újra gondol,
így sok idő, akkor tudjuk. Akkor igazából erre készülnek, vagy igazából erre várnak. Mi arra készülünk, hogy elindítjuk a jelöltjeinket, amennyiben nem lesz változás, mert nem tehetjük meg a választóinkkal azt, hogy nem, azt mondjuk, hogy akkor nem csinálunk semmit. Valamit tennünk kell ebben a helyzetben. Sokkal szerencsésebb lenne az ország szempontjából, sokkal előremutatóbb lenne az, hogyha ezek a szereplők nagyobb belátásra és bölcsességgel bírnának, és mondjuk újra tárgyalóasztalhoz ülnének. Rajtunk nem fog múlni. Hallgatva Gurnándort itt fél órával ezelőtt, ettől azért jelenleg elég messze vagyunk, de meglátjuk, merre kanyarodik a politika a következő hónapokban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.